idén először jött az ötlet, hogy rendezzenek spinning találkozót, mint egy a nyár lezárásaként, a megszokottól eltérően nem az edzőteremben, hanem azon kívül Tolnaváros főterén. Rekkenő hőség ide vagy oda, szombaton összegyűlt a csapat kemény magja, és kivonultak a városháza előtti térre. Spinninget kihoztam ide a Hősök terére, a főtérre egy ilyen nyárzáró kis eseménynek. 15 fő jelentkezett, ez egy egyórás tekerés, plusz még hívtam kis nézőket, kis szurkolótábort, ugye a melegre való tekintettel. A spinningről, amit tudni kell, az egy kardio edzés, egy nagyon jó állóképességjavító, illetve tartó edzés, ami kortól nemtől független lehet használni. Egy beltéri kerékpáros edzés, amit zenére fogunk csinálni. Egy igen jó kis intenzív, mint amit kinn az országúti kerékpárosok szoktak csinálni, egy ilyen sík hegymenet váltakozásával. A spinninget úgy lehet meghatározni, mint egy sor nagy tempójú kerékpáros gyakorlatot zene kíséretében, amelyeket általában csoportosan beltéren végeznek. A cél egy erőteljes kardioedzés. Nem csak egy edző, hanem ilyen baráti kapcsolat, és együtt szoktunk bulizni, és mi csajok, akik ide járunk spinningre, és hogy tényleg egy nagyon jó társaság van itt, és nagyon szeretem meg mindegyünk végül is. Ez a sport rengeteg előnnyel szolgál az egészségünk megőrzése és fejlesztése érdekében. Többek között jelentősen javul a keringés rendszer, megerősíti a szívet, hatékonyabb lesz a vér oxigén szállító képessége, erősödik az érfal, nagymértékben javul az állóképességünk, ezzel együtt fejlődik tüdőnk hatékonysága is. A térd és ízületi gondokkal küzdőknek is ajánlott mozgásforma. A teremben végezhető mozgásformák közül a leghatékonyabb zsírégető sport, melynek segítségével a méregtelenítés is beindul a szervezetben. Egy dinamikus tekeréssel nagyon jól levezethető a bennünk felgyűlt feszültség, így a stressz is könnyebben leküzdhető, megtanít küzdeni, erősíti akaratunkat, így nem csak felnőtteknek, de a legfiatalabb korosztálynak is érdemes kipróbálnia benne magát.